Sziasztok! A bajnokok életstílusban egy olyan beszámolót szeretnék most megosztani veletek, és megbeszélni, ami kifejezetten az utolsó 2-3 kg-nak a leadásáról szól. Nem titok, hogy ezt Gyarmati Csilla bajnokom írta, majd a végén fogom felolvasni nektek egyébként magát a beszámolót, hogy lássátok, hogy mennyire ténylegesen mindenkinek magára kell alakítani és magára kell szabni az étkezést, és ezt így folyamatosan a végén kísérleteznünk kell közösen, hogy mi az, ami beválik, és mi az, ami nem válik be. És miért nem lehet sablon étrendeket alkalmazni. A Csilláról, aki nem ismerné, azt tudni kell, hogy amikor ide került hozzánk, akkor már nem sportolt, előtte élsportoló volt, kajakozott, és gyakorlatilag egy ilyen teljesen a saját születésnapja ajándéka volt az, hogy meglepte magát abban, hogy a programban részt vehet, és már mindenféle mozgásszerű problémája volt, nem akart úgy járni, ahogy a korosztályunkban szoktak járni, ő is körülbelül annyi éves, mint én, ilyen 40 éves korak körül, vagy 38 körül kezdte talán a programot. És ennek érdekében vágott bele a bajnokok programba. Nagyon gyorsan lefogyta nyilván a pluszkilókat, gyorsan össze is kapta magát, utána terhes lett tavaly a harmadik gyermekével, tavaly előtt, és megszületett a harmadik baba, azóta ilyen lájtosabb edzései vannak, nyilván nem tudom ugyanúgy terhelni, mint korábban. A szülés miatt sem egyrésztről, másrésztről pedig, hogy egy teljesen új vállalkozást épít fel. Ennek ellenére nagyon-nagyon jól teljesít, rajta van egy minimális 2-3 kg, ami gyakorlatilag mindenki rajta tud lenni, és 1-2 nap alatt el lehet tüntetni. Igen, el lehet tüntetni valóban 1-2 nap alatt, viszont általában vissza is szokott jönni, és ekkor elkezd az ember szórakozni azzal, hogy rajtam van ez a 3 kiló, lement. Rajtam van, lement, és akkor ezután előbb-utóbb úgy tolódik, hogy mindig egy kicsit több marad rajtam, mert mindig többet engedek meg magamnak, mindig lazábban veszem az étkezéseket, és akkor ennek szokott lenni a következménye, hogy hát, amikor elkezdtem gyakorlatilag a fogyókúrázást, milyen jól néztem ki, mikor én azt hittem, hogy borzalmasan kövér vagyok. Úgyhogy a Csillánál ezt elkerülendő, akkor elkezdtük kísérletezni vele, hogy hogyan lehetne mégis megszabadulni ettől a plusz kilogramtól. Gyerek mellett vállalkozás felépítése, mert ugye egy csomót kell dolgozni és tanulnia, nem járható út az, nyilvánvalóan megvonom tőle a kalóriákat. Egy dolog járható út, hogy odafigyelünk a mennyiségekre, a minőségekre, illetve egy minimális kalória, egy 200 kalória megvonása, vagy 100 kalória megvonása körülbelül. Én a 200-ban gondolkodtam, és azt írtam neki, hogy próbáljuk meg azt, hogy kihagyunk egy étkezést. Ez mindenkinél egyén függő, hogy melyiket tudja kihagyni. Van, aki reggel nem éhes, akkor nem kell előtetni neki, például azt, hogy akkor reggelizen, amennyiben nagyon-nagyon tényleg már minimális változásokat kellene eszközölni ahhoz, hogy elérjük azt az ideális, számára ideális és egészséges súlyt, amit szeretne. Hogyha valaki olyan típusú, hogy mondjuk a 10 órait vagy uzsonnát a munkája miatt észesen veszi, hogy kihagyja, akkor azt szoktam javasolni. Amit nem szoktam semmiféleképpen javasolni, kihagyunk az ebéd és a vacsora. Egyrésztről, hogyha nem eszel, akkor nem fogsz tudni normálisan aludni, másrésztről pedig az ebéd pedig igenis szükséges. Úgyhogy Csillának is ezt javasoltam, hogy akkor próbáljuk meg ezt. Az edzéseket nem tudom neki megnövelni, illetve a napközbeni. A legérdekesebb ugyebár nyilvánvalóan az, hogy mivel rengeteget kell dolgoznia, ezért rengeteget ül. Tehát pont azok a dolgok estek ki, amivel napi 3-400 kalória úgy elillan, hogy észre sem veszi az ember. Ezek pedig az ide-oda járkálások gyakorlatilag. Tehát ezek szépen kiestek a Csillánál, és ennek a következménye az, hogy gyakorlatilag ugye ez a plusz 3 kiló, ez így rajta ragadt. Igen, idáig nem kellett figyelni, azt viszont tudomásul kell venni, hogyha állandóan ül az ember, akkor ez szépen összeadódik, és ennek a következménye lesz, hogy ami eddig pompásan lement, és soha nem kellett odafigyelni, 100%-osan betartani az étkezéseket, nem megy le. Erre mondom azt, hogy ki kell próbálni azt, hogy mi az, ami beválik, és mi az, ami nem válik be. Javasoltam a Csillának azt, hogy a 4 étkezésre vegyük vissza az étkezéseinek a számát. És akkor ez milyen következményekkel járt, ezt fogom megmutatni, hogy nem mindig válik be. Mindjárt felolvasom nektek azt, hogy mit írt a beszámolójába. 2 futóedzés kész van, 50-80 perc,
akkor ez egy nyaraláson írta nekem, hogy 58 kilóról indulok, nem tudtam mostanában lejjebb menni, és mindenhol egy-két centi pluszban vagyok a korábbihoz képest. Próbáltam a napi négy étkezést, amit múltkor mondtál a Skype-on, de akkor vagy este lettem nagyon éhes, vagy reggel szédültem ébredéskor. Így a mennyiségekre figyelek jobban. Most épp nyaralunk a héten, így maradok 80%-on, és utána mindent olyan telhető maxot megteszek, amit eddig még sosem kellett, de majd most. Úgyhogy itt a lényeg gyakorlatilag, amit ki szeretnék emelni, hogy lehet javaslatokat tenni, és lehet, hogy ami egyiknél beválik, a másiknál nem fog beválni. A Csillánál nem vált be. Azért emeltem ki kifejezetten, és tettem be a csoportba, hogy hát, ha ti is érdekesnek találjátok. A Csillánál az, ami másoknál primán szokott működni, kiveszünk egy étkezést, nem vált be. Azt tudni kell, hogy az 5 étkezést, ugye, ahogy mondtam, nem kötelező. 5-6 étkezést nem kötelező betartani elvileg. Vannak, akiknek mondjuk az orvosok eleve azt mondja, hogy 100 g szénhidrátot kell fogyasztani, önnáluk 3 étkezésre van szétbontva például. Vannak, akiknek 6 étkezés kell, tehát ez az 5, ami a mintaétrendben van, 5 étkezés, ez a mintaétrendre vonatkozik. Viszont ez körülbelül az utolsó 2-3 kg leadásáig tökéletesen szokott működni. Amit a Csilla nagyon-nagyon okosan meglátott, hogy itt bizony egy dologra kell figyelni, ugye ő eleve csak minőségi ételeket fogyaszt majdnem, a mennyiségre. Ugyanis, hogyha nem tudja lecsökkenteni ugyebár az étkezéseknél az étkezések számát, akkor igenis oda kell koncentrálni arra viszont, hogy ténylegesen odafigyelek a mennyiségekre. Mert higgyétek el, hogyha csak minden étkezésre oda teszek mondjuk egy 2 kanál rizsre többet, akkor az összeadódik szépen az adott héten, adott hónapban, és azt, hogyha megnézitek mondjuk egy hét vonatkozásában, akkor az már nem egy kis mennyiség, amennyivel többet teszünk, és nem fog lemenni az utolsó 2-3 kg. Lehet, hogy még lemenne akkor, amikor van rajta 15-20 kg, de az utolsó nem fog lemenni, és ilyenkor bizony nagyon oda kell figyelni arra, hogy ki kell mérni a mennyiségeket is. Ezt találtátok érdekesnek, én ebből tényleg annyit szeretnék kiemelni, hogy tudomásul kell venni azt, hogy amikor már elérünk tényleg egy jó szintre, mint a Csillánál is, akkor igenis kísérletezni kell, próbálgatni, és közösen kell kipróbálni azokat a dolgokat, hogy teszek egy javaslatot, te kipróbálod, mi az, ami be fog válni. Mert olyant meg lehet csinálni, hogy én azt mondom neked, hogy oké, levesszük a kalóriát, levesszük a szénhidrátot, levesszük a zsírt, szénhidrátot igazából nem is indokolt levenni, de levesszük a kalóriákat, és akkor pikpak lemegy az a, persze egy nap alatt lemenne neki az a 2-3 kiló, hogyha futtatnák vele 80 percet, csak éppen ugyanúgy vissza is jönne. Tehát itt tudomásul kell venni azt, hogy az utolsó az egy türelemjáték, az utolsó 2-3 kg az egy türelemjáték, amit bizony szépen be kell tartani, és akkor rendes eredményeket lehet elérni, mert valóban le lehet gyorsan adni, csak utána meg kell nézni a testösszetételnek a változását, és mit érünk el vele, hogyha nagyon-nagyon gyorsan leadjuk ezt az utolsó 2-3 kilót, egy fenntarthatatlan állapotot, izomzata az lecsökken szépen, úgyhogy igazából az a lényeg az egésznek, hogy mindig türelmesnek kell lenni a saját testünkkel szemben, és gyakorlatilag ezt a gyorsan le akarok fogyni szemléletet, ezt nagyon-nagyon gyorsan el kell felejteni, és azt is, hogy majd megmondja a Betty, hogy mit kell csinálni. Megmondja a Betty, mit kell csinálni, de vannak olyan esetek, amikor kísérletezni kell, mi pedig közösen, mert mindenkinek más a szervezete. Legyetek bajnokok a mindennapokban!